is örömmel mutatom azt, hogy senki nem távolít a csapatunkról, de mindenképpen az NB1-es szintet, az NB2-t is azért meg kell ütni, de is bajnokként kell feljutni egyedülből, egy első helyzetük csak fel az NB1-be, és mi szerettünk volna ezt az egészséget az olyan alatt folytatni, ellentétben, hogy idegen játékosokat hozunk ide, és az egyik ilyen játékos, akit sikerült elcsalítani, tehát aki Rebeka volt, aki ezen a héten ugye a jelzéssel a kezdeni a felkészülés, rajta kívül még néhány játékossal tárgyalunk, többek között Marsai Nikolettával, aki holnap fog csatlakozni hozzánk, és folytatja és elkezdődik az edzéseket. Az utánpótlás, a felnőtt az utánpótlás is, mert az évben indítottuk, és nagyon örültem, hogy Molnár Martin a személyében, aki utánpótlás nagyon jól tudott dolgozni a mérkőzéseken, évközben a felnőtteken is el tudott jönni és tudott edzeni velünk. A munkája eredményeképpen tavasz idénben két mérkőzésen pályára is tudott lépni, tehát játszott is, 15 évesként szerintem ez mindenképpen megsüvegelni az teljesítmény. Jelenleg tehát is utánpótlás edzések mellett, most már teljes köztagja a csapatunknak, tehát felnőttekkel. Szerettem volna azt, hogy az előző idényben az edzések számát növeljük meg, és minőségi munkát csak ezáltal tudunk végezni. Ez jelenleg adott, illetve az idényben adott lesz. Ahhoz is fel tudjuk készülni az augusztus utolsó hétvégén kezdődő Magyar Kupára, ami a bajnoki szezonnak az első mérkőzés előtt lesz egy héttel. Én szerettem volna, hogy olyan kaliberű csapatokkal tudunk előfelmérőt játszani ezzel mérkőzéseket, akik már NB1-esek. Nagyszerű csapatok ilyenek például a Fekszár, illetve a Tolna, akivel jó kapcsolatokat ápolunk. Augusztus végén, illetve augusztus közepén már elkezdünk ezeket az edzőmérkőzéseket, és az igazi előfelmérő lesz, hogy akarjuk elkezdeni ezt a idényt, hogy szorongalmasan esélyesek vagyunk jelenleg is, és ez egész éven keresztül